Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a KMBO című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban. Ez a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast hatodik része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Dél Kingston művészkritikus meggyékolja a nagybátyját. A férfi ugyanis csak így tudja elérni, hogy ne változzon a nagybácsi végrendelete, és ő legyen a férfi felbecsülhetetlen értékű festménygyűjteményének tulajdonosa. Eközben Tracy Dél felfedezetje segít neki az alibiben. Amikor azonban a család felolvassa a végrendeletet, Délt nem kis meglepetés a Kalambó képek kelet nélkül című részének megvitatásában köszöntöm mai beszélgetőtársaimat. Először is Kubatovics Áron. Szia Áron! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Sziasztok, szia mindenkinek! Mielőtt belekezdenénk mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, különleges változataért pedig fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. További szolgálati közlemény pedig, hogy több új műsorhoz keresünk beszélgető társakat, mint például a Night Rider sorozatról szólóba, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is. Emellett a Parallaxis Retroverzum több új induló műsorába is várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának hozzánk. A felvételek az interneten keresztül zajlanak, úgyhogy a távolság ne tartson titeket vissza, bátran jelentkezzetek, ahogy például Áron is így tett egy a podcast kukac mtv.hu címre küldött e-mailben. Pár szóban kérlek, foglald össze a kedves hallgatók számára, akik kacérkodnak a gondolattal, hogy hogy jelentkezzenek, de még nem szánták -e el magukat. Őszintén szóval én nem emlékszem rá, azt tudom, hogy valami gyenge pillanatom volt, amikor azt képzeltem, hogy hát biztos lesz hozzáadott értékem egy ilyen, egy ilyen podcast sorozathoz. Nem tudom, fiatal voltam, és kellett a pénz. <laughs> még, jó, hogy, még jó, hogy mi midi fiatal vagy, viszont nem kapsz legalább értepést. És ugyanez egy Kalambó podcast, de mivel a Parallax és Retroverzumban vagyunk, nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy ezekben a napokban érkezett Magyarországra Patrick Duffy, az a közösség kedvenc Bobby Ewing a Dallasból, aki találkozott állandó magyar hangjával Csankó Zoltánnal is, és ugye a múltkori adásban hallottam, hogy igazából végre leesett Áronnak, hogy Gergő csak azért van itt, hogy a szinkron dolgokat elmondja, hogy azért szeretjük a magyar szinkront, igen, itt a Parallaxisban, úgy unblock, és, és én mindig minden műsorban arra bátorítom a műsorvezető kollégákat, hogy magyar nyelven szinkronizáltan nézzék az adott tartalmat, hogy itt ezt a Kalambó podcastben is tesszük. Nem kötelező, Áron, nem, ne egy meg, nem kötelező, de én erre bátorítok mindenkit. Bá, ez a bátorítás. Mondjuk én azt nem tudtam, hogy én ezért vagyok csak itt, de most már akkor ma, én ma tehát Áron a múltkor lett okosabb, most, most meg mag én, tehát ez így szupi. <laughs> Másért nem vagy itt, igen. Igen, hát nyilván nem a szépségedért ért, kedves Gergő. Ez, ez, egyértelmű, hiszen majd mondjuk az enyém a rádión is átmegy, de mindegy, engedjük ezt el. Tehát. Na de hogy ne, ne szegény Gergőt itt műsorban, pár szóban azért beszéljünk. Néztétek a Dallas idején? Nyilván mindenki nézte. Ez mindenki, ki nem nézte, hát ne Persze, de nem, nem függőként, de az Képzelem, hogyha összeszámol. De azért képbe voltál. Igen, tehát te képbe is, voltam, volt a nagy részét láttam a részeknek, persze. Na mondjatok egy-egy kedvenc karaktert. Hát én nem tudom, tehát szerintem mindenkinek a Joki. Ő az a klasszikus karakter, aki az egyik legrohadt, legrohadtabb, legszemetebb, de egyszerűen nem tudtad annyira utálni, hogy ne szeresd. Én nem tudom, hogy volt a kedvenc karakterem, mert egyébként azt hiszem, hogy ha, ha ezt így kell. Én erre kell választ adni, én azért fiatal voltam, amikor ez ment, és én azt hiszem, hogy nyilván a Lucy-ba voltam egy kicsit crasholva. Tehát nekem a Jockey, az, az most kicsit nagyon hüly lesz a párhuzam, de olyan, mint a barátok közben a Berényi Miklós. Tehát, hogy, hogy egy, egy gonosz karakter, sokszor nem értesz vele egyet, és nem igaz, hogy megint hülye vagy, de valahogy nem tudod azt kívánni, hogy ő megszívja. Szerinte, figyelj, szerintem biztos, hogy igazad van, hogy a Berényit valószínűleg a Ewing uh, ihlette finoman fogalmazva érez. Hát neki is azért voltak ocsmány húzásai, és alapvetően a Joki se volt egy rossz ember, csak hát olyan volt, amilyen. Tehát... Ugye mondjuk el, hogy Joki Ewing eredeti neve nem Joki Ewing, hanem... J.R. J.R. Ez az. J.R. Igen. John Ross Ewing. Csak nálunk lett jockey és ugye Savanta és Savanta, de amúgy szó ellen, ha már itt tartunk. És, és akkor és már Joki hangja meg kránisz Lajos csak hogy a vickezett. Igen. És többször beli. járt Larry Hegman is Magyarországon a halál előtt. Még, még, még reklámot is forgatott egyébként. Egy igen, kb. egy mol reklámot. Mol reklámot, igen. MOL reklámot. Ahol egyébként, ahogy mondtad, kránisz. Kránisz Lajos, Kránysz szinklál, Lajos volt a hangját. Szinklál, ezt, az ha az ezt az nem így csinálták nem. volna, szerintem adhatják a tévében. Úgyhogy, de Bobira visszatérve, hát ugye neki hozzákötődik az, a, az az egy évad, amikor ő kiszállt a sorozatból, ezért viszont visszakövetelték a rajongók, így keletkezett a Dallasba egy évad, ami ugye Pamela Álma tulajdonképpen, sőt konkrétan Pamela Álma, ugye ez az zuhanyzós jelenettel fölébredés, hát Bobby Els, amit azóta egyébként tehát egyfajta mémis is lett belőle. Például a Family Guy-ba újraforgatták élőszereplősen ezt a jelenetet. No de térjünk át akkor a Kalambo epizódunkra, ami ugye a, mi is a címe, mert a képek keret, képek -keret, képek -keret nélkül. nélkül találó cím. Nagyon élvezetes volt az, hogy ebben az epizódban ismét nem nagyon kellett várni, annyi felvezetés biztosan nem, mint amennyit most a kedves hallgatóknak ahhoz, hogy megtörténjen a gyilkosság, mert az első percben meg is történik. Egy perc és el, elsült a golyó, ugye, elsült a pisztoly a gyakorlatilag. El, elsült a golyó, de még előtte hadd emeljem ki, hogy az angol cím, az Suitable for Framing, és ez, ez, egy nagyon szép dupla fenekű cím, mert ugye a frame az keretet jelent, de a framing az igazából törbecsalást is jelent. Csak ezt így most ide teszem a hallgatóinak, és majd ide visszatérünk a végén. Nekem egyébként az a, ez az angol cím azért megzavar, én, én állandóan félreolvasom, és flamingnek olvasom, mintha fel akarnák gyújtani. Tehát ezt a címet ezerszer láttam leírva, és nekem mindig a lángot olvasok. Nem tudom, ez valami beütés nálam. Menjünk rá egy kicsit a szinkronra. Egyrészt tudjuk le itt a műsor elején, másrészt meg ez egy, egy nagyon érdekes szinkron szerintem, mert az is egyrészt Tanka István, nem akarom elvenni a kenyerét a Gergőnek, de ugye ez István a, a főszereplőnek a hangja, és az nagyon jól látszik, hogy hát nagyjából kb. nála is nála el is fogyott a szinkronra szánt pénz. Tehát nem, 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 akarok senkit megbántani, akiket majd most Gergő föl fog sorolni, és vannak benne még más jó hangok és tehetséges hangok, és nagyon jó színészek, de azért többnyire azt tapasztalható, hogy ez egy kicsit magyar szinkron tekintetében a Welcome kiadó gondozásában egy eléggé, hát akár mondhatnám azt, hogy a videó stúdióhoz nem illő szinkron. Egyet is értek, is értek meg, ére. nem is egyébként veled, mert de, ugye Dale Kingston, Stanka István, ahogy mondtad, nekem egyébként vele egy picit volt, tehát hogy néha úgy éreztem, hogy hogy nem a Stankai nem jó, hanem a karakter egyszer néha annyira rossz volt szerintem, de erről majd beszéljünk később, tehát ő tényleg jó volt. Tracy O'Connor, amatőr festő, páloszsuzsa, őt már ugye elkésztétek itt egyszer, azt hiszem talán a páloszsuzsát, Sam Franklin. De nagyon szeretjük. Amúgy, abszolút. Szerintem tehát hogy jó én, volt. én, nekem nincsen, tehát én szeretem. nekem most se volt vele gondom, főleg, hogy nem is volt sok szerepe szegénynek, tehát nem is nem tudott villogni. Sam Franklin, amatőr festő, Forgács Gábor, Edna Matthews, az áldozat felesége, Borbát Otília. Na, ő nekem egy kicsit idegen volt, viszont amennyire flúgos a szereplő maga, szerintem tök jó hozta ezt a karaktert a Borbát Otília. Menj Otilia. rajta végig, mert a karakterekről annyi mondani való van, hogy... Hogy? Hogy majd sok, tehát, ja, hogy igen. mondjad. É illetve Frank Simpson, a család ügyvédje, akinek fontos szerepe van, őt Gera Zoltán, na most nekem Gera Zoltán amúgy is a szívem csücske, szerintem ővele semmi gond nem volt. De ő nem egy focista? Nem, ő volt Jock, Jock Ewing, az öreg, öreg Jock, nem Gera Zoltán volt. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Na mindegy, Erre menjünk most Nem tovább. meg, de lehet. Ez ugye 93-ban készült a második szinkron, az első szinkront Ugye megint csak egy kis dátumozás, az eredeti amerikai bemutató 1971. november 17-e, nálunk 1976. június 5-e az első változatban. Itt egy-két hangot még gyorsan, a főszereplő Stanka István helyett Latinovic Zoltán adta a hangját Dél-Kingstonnak illetve volt még Láng József, Békés Rita, illetve Bicskei Tibor. Hú, te, te és ez me, hozzáférhető, ez a szinkron? Ez megvan? Nem, pedig nagyon meghallgatnám. A latinovicsra ra nagyon kíváncsi, én nem tudtam, hogy ő szinkronizált. Sose hallott. Ugye a Latinovics szinkronizálás? Én, én, én meglepődtem, hogy ő szinkronizált valaha. 76, Mikor is mutatták be, mit mondtál? 76. 76. November, tiz... amer Amerikában 71, nálunk 76. Hatodik volt. De a, a, a November az melyik bemutató volt? Az, az amerikai vagy a magyar? Amerikai. amerikai. Na, hát akkor igazából most ez az adás november 6-án jelenik meg, tehát a napokban lesz 52 éves ez az, ez az epizód. Nagyon szerintem ez nagyon izgalmas. Egyébként igen, még egy, egy, egy kicsit... Az egyébként szót, azt száműzzük a műsorból, és 5 forintot kell a végén. Jó, a, a... akkor szulfur, tehát... Frank Simpson, a család ügyvédjét, Don Amechi, talán nem tudom, hogy hogy kell kimondani, mert Áron szokta a színészeket felgöngyölíteni sokszor, de itt most nekem muszáj, mert ő egyébként egy nagyon ismert színész, rengeteg filmben szerepelt, ö, Amerikába jöttem, Oscar szerepcsere, tehát rengeteg ő komoly ö, mozifilmben is szerepelt. Nekem kicsit kellemes meglepetés is volt egyébként, hogy hogy számolom. Egy, számolhatod nyugodtan, de akkor a képernyő bal sarkába írjad. De ez olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, nincs kép. Igen, de ettől függetlenül ő tényleg egy neves színész. Jó, Pont. viszont hogyha ha már szóba hoztad az eredeti amerikai színészeket, akkor én valóban egy kicsit készültem. A Ross Martin, ő játsza a, a főgonoszunkat, a, a, akinek ugye a magyar hangja a Szankai István, ő a gyilkos. A Ross Martin, ő egy eléggé ismert karakterszínész, de... Aki igazán kiemelkedik, az az Ednát játszó. Edna? Azt hiszem, így hívják a, igen, a Edna Matthews. Edna Matthews játszó színésznő. Ő oszkárdíjas méghozzá a Vágy villamosának az 1951-es feldolgozását, amit a Kazán rendezett. Ez egy tényleg nagyon jó film. Azért ő nem csak hogy jelölést kapott, ő megkapta érte az oszkárt. Szerintem egyébként jó, tehát a karakter fura volt, de nekem tetszett. Igen, és, és ha, már, ha már, figyeljetek, én muszáj elmondanom, van a, a filmben egy jelenet, ahol Kalambó, nyilván majd beszéltünk volna róla, de Kalambó betéved egy akt festés. Ah, hogy megnézi, ott a csaj? Hogy megnézi ott meg... a modell csaj? Így még kacérkodik, kacérkodik is. is. Igen. De képzeljétek el, hogy, hogy ugye az aktot ülő színésznő, nevezzük színésznőnek, hogy ő neki a nevét nem írták ki. Tehát ő egy uncredited volt, és 50 évig nem volt meg, hogy kiátszotta ezt a ezt a szerepet, a hallgatóinak elmondjuk, hogy nyilván nem látszódik semmi, tehát pont úgy van az operatőri munka, hogy nem hogy semmi, de mindenki tudja, hogy ez egy akt a festészet alkalmából ö, ö, van ott, a, történik. vagy történik, igen. Hát már csak azért is, mert a képet viszont látjuk, amit fest. A képet látjuk, és a semmi közelítse a magához az akthoz, nagyon viccés. Egyébként nincs, kerestem a kaktuszokat, de nincs. Igen, 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 tehát semmi. Na most képzeljétek el, hogy megvan a megvan a színésznő, 51 év után megtalálták, úgy hívják, hogy Catherine Dark, nem nagyon szerepelt más filmekbe. A Kalambóba vissza fog térni, lesz egy olyan rész, ahol valami cipősboltban lesz ott egy jelenete, és akkor ő ott a segítője, de körülbelül három másodperc jelenik meg, meg még egy-két filmben ilyen tök mellék szerepek, ő nem filmszínész, meg nem is az volt, hát, hanem oda téve. el a 15 perc Körülbelül igen, de meg lehet 2001-ben ő maga megerősítette egy hálaadási vacsorán, hogy igen, ő az, aki szerepelt, most éppen sztrókkal küzdik. Tehát, oh, hogy de, de él még, és ha már itt tartunk, hogy az eredeti színészek, akkor még azt szeretném elmondani, hogy aki a Tracey-t játsza, a hallgatóinak, mert itt röpködnek a nevek, a Tracey az a karakter, aki segíti a gyilkosságban a főgonoszunkat ő is egy O'Connor. O'Connor, egy festőművésznő. Ők képzeljétek el, hogy a Richard... Jaj, de gyorsan akartam mondani, aki az egész Kalambónak az írója, meg a showrunner -e, A hallgatók sem fogják tudni névről. De tudom, Richard Levinson, a Richard Levinsonnak a felesége. Hát akkor megmagyarázza, hogy miért került bele. Hát így játszott, játszott Major Barrett, Jane Roddenberry felesége a Star Trekben. No, a karakterekről, vagy hát inkább a színészekről szeretnék én is mondani pár dolgot, mert hogy igazából ezek a legnegatívabb meglátásaim ezzel a résszel kapcsolatban. Én általában úgy érzem a Kalambó nézése közben, hogy Kalambó, Peter Falk lejátsza a többi színészt, és mindenki nagyon rossznak tűnik mellette. Ezt ebben a részben nagyon-nagyon felnagyítva, felfokozva éreztem. Úgy, úgy gondoltam, úgy éreztem a, az epizód nézése közben, hogy csak Peter Folk, illetve a gyilkos játszó színész nyújt igazán valóban tényleg hiteles alakítást. Egyébként döbbenetesen jó hiteles alakítást nyújtott szerintem Peter Folk. Tehát Peter Folk Erről majd lehet, hogy még kitérünk és beszélek ebben a részben, hogy a, hát az elmúlt eddigi részek legjobb alakítását nyújtotta, mint Kalambó, és szerintem az egész Kalámbó sorozatot egybevéve is a legjobb, alakít, a legjobb részek között van már, mint alakításban, ahol, ahol, igazán tudta, igazán jól hozta Kalámbó szerepét. De elsősorban például a, az a volt feleség, ő volt az Edna, akit itt most Oscar díjra jelölt és el is vitte az akadémia, akadémiától. Szóval nála például azt éreztem, hogy Úristen, még egy ilyen rossz színésznőt életemben nem láttam, ami egyébként nem feltétlenül a színésznő hibája, nyilván lehet, hogy az adott szerepel nem tudott annyit kezdeni itt a, 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 ezeknél a szinkronoknál, ahol én szerintem még abban az időben a videóvoxban bőven némába szinkronizáltak, nem hiszem, hogy volt füles talán. Én, én úgy érzem, hogy nem, nem jó helyen van a hangsúly. Tehát, hogy nyilván rontott az összképen, ahogy egyébként a tankai nagyon sokat javított a főszereplőn szerintem. Sokkal magabiztosabbnak, sokkal. Mert ez egy olyan főszereplő volt, aki, aki végre igazán izgalmas, egyszer egy ilyen. Hát ő Brieven de Camp tulajdonképpen a született feleségekből kimért, de nagyon kedves nyájas uh, úr volt, vagy úr. A stankainak a szinkronja az sokkal, sokkal játékosabbá és sokkal jobbá tette uh, ezt, a, ezt a karaktert. Mintha nem is ugyanazt a részt néztük volna. Ez ilyen előfordul. De nagyon durván nem. Szerintem egyébként, ó, most akkor magamnak is felstigulázok, szóval szerintem ez egy kifejezett, majd a végén a pontozásnál meg is fogtok lepődni, nagyon-nagyon-nagyon jó rész volt szerintem. Szerintem borzalmasan rossz rész volt, 40, -ed. az első, az első Nagyon 40, 40 volt. percig ne el. én Gergő nagyon jól volt a cselekményszál, szőveni, nem voltak üres de most ne akarj meggyőzni, hát Történt a dolog, de ne mondta, nem. te nem. Mondd, ez, nem ez, ez, a te véleményed, ezt ne tényként közöljük. Tehát... Nekem ez a rész, az első 40 perc egy szenvedés volt konkrétan. Ó, nem meghalom. tudom, mintha menne el a Gergő hangja, nem tudom, hogy <laughs> hogy halljátok, és hallgatók. A, a vége az brutál, tehát azt mondta 10 per 10, 10 perc. 10. Mi volt az oka, hogy az elején ennyire? Engem nagyon zavart például, amit már beszéltünk az első mínusz 1 résznél is, hogy nem, nem ismertük meg az indítékot. Semmit nem tudtunk igazából senkitől. De hát nagyon izgalmas volt, hogy végre úgy láttuk. Oké, nem tudom, de. Hát eddig az volt a baj, hogy nem, hogy nem így láttuk. De, hogy, pont, hogy... de pont, hogy azt mi szerettük, ö, legalábbis én úgy emlékszem, hogy Áronnal pont ezt beszéltük, hogy szerettük tudni azt, hogy legalább úgy nagyjából képbe kerülünk, hogy ki kicsoda, és miért. Itt pedig semmit nem tudtunk, hogy ki kicsoda, és nekem ráadásul Dél Kingston szerepe, ő, me, ő meg azt, tehát engem kimondottan irítált ez a, ez a karakter. Tehát ö, a viselkedése, az arroganciája, az, az tehát ahogy, ahogy illegette magát azon a képkiállításon, amit ugye Alibinak használt fel. Ahol egyébként a csávó Kingstonsnak hívja. Hát, mert nem is ismerik, látod? Annyira. Az az Evans vagy ki, az a kék inges csávó, aki ott a, eligazítja ott a dolgokat. Hát látod, ő se ismerte. Tehát nekem, nekem, ilyen szempont, nekem nagyon ö, hiányzott az, hogy... Ö, Oké, okay, oké, okay, öltél. Oké, okay, oké, okay, nyilvánvaló, van. Ugye miért, miért ölünk? szerelemből vagy pénzért? Tehát ez a kettő nyilván, itt szerelemről nyilván nem lehetett szót. szó sem volt. Tehát nyilván van a lóvé. Tehát ő volt az első olyan karakter, akivel semmilyen szinten nem tudtam. Azonosulni. Tehát, hogy mindig van, minden kalambó részben talán egy picit, van egy olyan rész, ahol ahol nyilván később lesznek azért még sokkal jobbak is, amikor a, a gyilkossal sokkal inkább tudsz bizonyos pontjaival azonosulni, de én dél Kingstonnal egy másodpercig sem. Tehát egy, egy pillanatig nem tudtam szimpatizálni, én azt vártam, hogy tartozhassanak a retekbe is vigyenek innen. Na, Áron, te melyik, melyik, melyiket nézted, amit Gergő, vagy amit én? Vagy egy harmadik változatot? Harmadikat, tuti. Én, én, egy harmadik, harmadik részt Mondtam. láttam. Mert én például veled, Ádám, nem értek azzal egyet, hogy ez egy joviális, kedves úr volt. Szerintem egy tenyérbe mászó. Én felképelni Igen. akartam volna a képelni Igen, keresztül. De az ember szemben. világos, de én ezt egyszerűen zseniálisnak tartottam, és kb. a 20. 30. percnél jutott eszembe, hogy aha, ezek, ezek telecsempészik humor bombonokkal ezt a részt, ezek egy cinikus, tehát szerintem a rendezés, én nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de egyszerűen cinikus a rendező, és hülyére veszi a nézőt, szerintem szándékosan a sötétbe tartanak minket, én is éreztem, hogy teljesen más a dramaturgiája ennek a résznek, nem mondják meg az indítékot, sőt, amikor már azt hinném, hogy tudom az indítékot, akkor fordítanak egyet az egészen, és megint el, eltűnik az indíték, nincs indíték. Ö... Csodálatos! Igen, az már a 44 perc után. Mondjuk el a hallgatóknak ez a, ez a fordítanak az indíték, hogy megcserélik az indítékot, ez arra vonatkozik, hogy kiderül, ahogy a felkonva mondtam, hogy meglepődik a hagyatéki tárgyalás során. De hát ez a meglepődik, ez akkor most már egy ilyen idézőjeles meglepődés, mert hogy arról van szó, hogy nem a ö, Csávó, nem Dél. Örökölte ezt a festménygyűjteményt, hanem az ex a volt feleség, aki Oscar-díjra jelöltek. És akkor a, mi, mi azt hiszük, bár, bár feltűnően nem lepődik meg ott a dél a dolgokon, de mi, mi nézők is azt hiszük, hogy, és úgy vezet minket a rendező és a cselekményszál, hogy azt higgyük, hogy hogy már azért meglepetésként kellett, hogy érje. De aztán kiderül, hogy nem, és így az indítékok és a, az egész kimenetel egy teljesen másik irányba, vagy egy kifejezetten számomra nem várt irányba indulnak el. De ez mind a 40. perc után, a, a számomra kritikus nagyjából 40. perc után akkor indulnak be, és onnantól fogva ez a sorozat, hogy ez a rész, ez felébred. Tehát addig nekem téli álom, és utána felébred, mert akkor jönnek a csavarok. Előtte csak úgy nézelődünk, nyomozgatunk, meg képeket nézünk, bevágnak borzalmas, ezért, már az elején már úgy kezdődött, hogy borzalmas képeket vágnak ló. be folyton, tehát rettenetes Ez volt. egy 75 perces rész, és a 75 perces részekre jellemző 76. pont ez a... Ez a dramaturgia, hogy nagyon gyorsan megtörténik a gyilkosság, és így vezetnek minket, ez több részre jellemző lesz egyébként. Én, én, én nem magának. értek veled egyet, Gergő, de ez, ez, a szép, ez a szép, hogy mindenki máshogy látta, és máshogy tudta ezt élvezni, vagy éppen nem élvezni az adott részt. De akkor mondjuk el hallgatóinak, hogy ez tényleg úgy indul ez a, ez a rész, hogy három másodperc után, vagy lehet, hogy túlzok, és 6 másodperc után megtörténik a gyilkos, gyilkosság és ilyen nagyon begyakorolt, hidegvérű mozdulatokkal átrendezik a szobát. Azért én egy dologért nagyon irigyeltem, tehát így, így törni, zuzni én nagyon régóta akarok büntetlenül, ahogy ő. Betörést imitál, vagy azt annak akarja a látszatát kelteni a gyilkos, csak hogy Igen. egyértelmű legyen a hallgatók számára, akik nyilván nem fogják megnézni ezt a részt sem. Igen, tehát, hogy átrendezi csodálatos mozdulatokkal és, és, hidegvérrel a szobát, <laughs> csöngetnek, eljátszik velünk nézőről a rendező azt, hogy úristen, lehet, hogy akkor most rajta kapták, de nem, Kiderül, hogy van egy társa, azt hiszem ez, ez is az első olyan eset, amikor van egy társa. A, egy, egy, egy kalambóban, ez a bizonyos trészi. Nem, hát a, leg, a legnulladikba is volt társ, a szerető, ugye a, a Susan. A, nem tudom, hogy ez mennyire volt ez kihangsúlyozva, de hogy egy olyan lepedőt terítenek a hullára, ami elektromos lepedő, tehát melegen tartja a testet, és emiatt később, amikor majd helyszínelnek, akkor a, a halál beállt, tehát máshogy fogják megállapítani, szóval, szóval tök iz, szerintem tök izgalmas, és ez, ez az izgalom, ez kitart szerintem a 30. percig is, tehát én egyetem nem éreztem azt, hogy, hogy rossz lenne az egésznek a, a dramaturgiája. Igaz, hogy nekiállunk ö, ö, nyomozni és festményeket nézegetni, de például a vágás a, a, vágás, az zene, ahogy rá közelítünk a festményekre, szóval itt is flickflakkokat hoz mind a rendező, mind a vágó, mind a, az, mind az De reszegzős. elegánsabb, mint eddig bármikor. Ma, Maibnak -maib tűnik. Maibnak tűnik, és, és, az, amikor azt mondja a Gergő, hogy unalmas, én értem, amit mond, én mégis éreztem benne azt, hogy jó, hát a 15. percnél már megjelenik a kalamból, és elkezdedik egy nyomozás, és ahogy, a, ahogy mi a sötétben tapogatózunk, úgy azt látjuk, hogy kalamból nem igazán tapogatózik a sötétben. Tétben. ő nagyjából tudja, hogy, vagy így megérzi, hogy mi a, mi, hol lehet itt a hunyó, és a saját maga tempójába elkezdi idegesíteni a, a, ezt a tenyérbe vászó hapsit. Igen, és hát ugye nyíltan ki is mondják egymás közt, tehát mármint, hogy tehát szembe kerülnek olyan értelemben, hogy a vállalja, hogy a csókát, a délt gyanúsítja, és ezt nem is rejti véka alá, nem csinálnak úgy, mintha. És ez a nagyon, direktben történő dolog. Nagyon érdekes ilyen adok-kapok, vagy egy ilyen kémiát kölcsönöz az ő jeleneteiknek szerintem. Gergőnek egyébként igazat kell adnom, tehát a stankai az valami zseni, amit hozzáadott ehhez a figurához. Én egy picit megmondom őszintén, átváltottam angolra, és igazából az angolja is ennek a, ennek a szereplőnek ugyanúgy jó. Tehát, hogy, hogy egyetlen nem, nem éreztem azt, hogy, hogy ne lenne pariban a Peter Folkkal. Engem az zavar, hogy nagy, sokkal kevesebbet mond el a magyar szinkron, mint az eredeti angol. Például azon a jelenetnél, amikor ezt a Kingstonsnak hívja a csávó, amit említettem, ott az a galériás jelenetnél, ott elmondja, ez a Csávó, hogy nem tudom, hajnali kettőkor történt, meg ilyeneket. Tehát, hogy én plusz információkat elmond. És szerintem ez, ez azért baj, mert egy kriminél, tehát azért a magyar szövegíró ne írja már fölül azt, hogy mi érdekes vagy mi fontos számunkra, a nézők számára. Jó, ez most pont nem volt egy fontos dolog, de akár lehetett volna. Ez ugyanolyan dolog, mint hogy amikor van egy krimi, bármilyen krimi, mai krimi, és akkor az történik, hogy a jön el a tettestől egy telefonhívás mondjuk ilyen kicsit alváltoztatott hangon, akkor te kihallod a magyar hangnak a hangját? Tehát, ha mondjuk a fölismeret, hogy ki a magyar hangja, akkor onnantól kezdve, amikor szembe kerül a tettes tudom, hogy ő rendőrséggel, az rendőrséggel, akkor már rögtön tudod, hogy ő az. pedig valószínűleg nem így szánták az alkotók. De ebbe, ebbe én sokszor belefutottam egyet. Csak egy nyilván a lángbalás hangját fölismered, mert, mert sokban hallod, nyilván a nem tudom a Jim Smith színészt, aki éppen a gyilkos vagy a tettest játsza az esküdt ellenségek 346. részében, annak a hangja nem. Az, azt tud torzítani, hogy ne ismerje föl. Tehát ez egy, ez ezek ez idegesítő dolgok számomra. De ezt csak ilyen zárójelben mondtam. De menjünk tovább, menjünk tovább a történetbe, vagy mielőtt tovább menjünk a történetbe, azért el szeretném mondani egy kis ilyen érdekesség és pontosítás kedvéért, hogy ott a, ebben a galériában, ha, ha azt mondja neki dél a Kalambónak, hogy hát itt nézzen körbe, itt minden festmény 50 ezer, minimum 50 ezer dollárt ér. És előtte beszél két festményről, ami 500 ezer dollárt ér 1971-ben. Ez a mai áron forintban 1 milliárd 376 millió forint. Igen, ez két dögá pasztel festmény, vagy ez nem, ez nem biztos, ez hogy grafika, inkább azt mondanám rá. Itt egy lényegi dolgot egyébként, akik ezek szerint nem vettetek észre, hogy ez az rész az első, ebben a részben először az, hogy rászólnak Kalámbóra, hogy ne dohányozzon. Tehát itt van az az első pillanat, ugye ezt megszoktuk már, hogy a részek óta gyakorlatilag folyamatosan ö, füstöl, viszont itt van az első rész, akkor megérkezik a gyilkosság helyszínére, hogy szinte oda futnak, hogy itt nem szabad rágyújtani, mert a tulaj nem szerette, ha füstölnek. Olyannyira észrevettem, hogy utána még a jelenet végén egyébként rágyújt. Kalabó. Tehát, hogy én szerintem ezt is poénosra vették. Tehát rá, rá rágja, a szivart, és utána a kis sunyi egyébként a végén csak rágyújt. Így, egyébként így, még így, ebben, így, a, így. ebben a részben. Viszont, volt egy érdekes beszélgetés még a gyilkosság helyszínén Dél és Kalambó között, Dél és Kalambó között, mert Kalambó felcsöpe egyfajta műkritikusnak azonnal, hogy mindig azonnal tud azonosulni, vagy próbál azonosulni azzal, akit ő gyilkosnak tart, és ugye hát, ha a Dél egy kritikus, egy műkritikus, akkor ő rögtön képekről kezd el vele beszélgetni, és kinéz egy képet, ami nagyon furán néz ki, nem is ez a lényeg. Két arcú ember, négy szemű. A műkritikus azt mondja, hogy erről a, ez azért érdekes ez a kép, mert az emberek esetleges kétarcussága jön le. És ez már nekem egy, ez egy utalás viszont arra, hogy ez neked szól, barátom. Itt ebben a részben az volt leginkább érthetetlen számomra, hogy mindig van valami jel, ami alapján Kalambó az első perctől kezdve szerintem mindig sejteni véré. Hogy valószínűséggel ki a tettes, és, és többségében ő is a tettes. Most itt dél esetében egyáltalán nem, nem éreztem azt, hogy mi alapján szúrta magának ennyire ki. Itt még nem, de amikor elkezd egy kicsit jobban nyomozni, ugye ez az állandó időegyeztetés, ez a görcsös időegyeztetés, amit ugye aztán kinyomoz Kalambó, hogy ja, veled is az óráról beszélt, veled is az óráról beszélt, ez az a pont, amikor azt mondom, hogy, hogy, ez az első, amikor azt mondom, hogy ez egy nagy hülyeség volt. Ennyire rámenni gyanúsan, már szinte görcsösen arra, hogy, hogy meglegyen az igazolás, hogy én ekkor és ekkor itt voltam. Csodálatos dolog, és csak el fogom felejteni, hogy most is volt pult. Igen, igen. Mert hogy az jutott egyébként eszembe, ami csak kapcsolódik ehhez egy kicsit, mert ez egy másik lakás, de hogy Kalambó most kulcsot kapott egy lakáshoz. Tehát, hogy így menje be én, az ingatlan közvetítőknek nem adok kulcsot, hogy ide a vevőket behozzák, de Kalambó kulcsot kap. Hát mert pontosan tudta, hogy nem fog semmit találni, hát ő ugye ráment erre a vonalra, hogy hát ő annyira ártatlan, hogy is ő, bár ő nagyon meg van sértve, hogy, hogy őt egyáltalán ezzel gyanúsítják, ezért oda dobja a csontot neki, hogy hát akkor menjél, túrt fel a kéró. A 16-os csatorna stúdiójában történik, a kettes stúdióban, ami a Channel 16 adása, ugye a kedve, a, nem van egy műsora, az nem ott történik, ott kapja a kulcsot, ahol a műsora felvétele van, a művészet világa. Uh -huh. című műsorának a felvétele van, amilyen nagyon érdekesen, nagyon közelről volt az a beállítás a fejéről abba a, a fiktív műsorba. De azt néztem, hogy utána nagy totára váltunk, beváltunk oda, a, a, benézünk a kulisszák mögé, nem csak tévéből látjuk az ő műsorát, mert ugye telefonál neki valakit, talán, talán pont a Tracy, most ezt így hirtelen nem tudom felidézni, de hogy igen, de hogy ott is tök jó volt megcsinálva, mert tényleg olyan nagyon közelült a kamerához, tehát hogy hogy ez, nekem ez tetszett, hogy ezekre az apróságokra figyeltek, nem jellemző az ilyen produkciókban, tévéfilmekben, főleg 1971-ben, hogy figyelnek ilyen apróságokra, hogy ne csak ott a stúdió közepén álljon messzi egy kamerában, hanem tényleg olyan közel volt hozzá az a kamera, nem is értettem, hogy miért kéne egy, tehát egy, szerintem nem jól mutat egy műsorba, de tetszett, hogy a kulisszák mögött is ugyanazt láttuk, amit a tévében, a filmben, a tévében. meg ez a stúdiós élet ilyen szempontból annyira nem fog, ne, tehát én ezt nem néztem ilyen szemmel, de igazság szerint szerintem teljesen, tehát az a rész jó volt, ez a stúdiós rész, mert ott volt a sminkes, tehát ezek mind teljesen nem voltak, bár én azért az elejére vissza, tehát az a hatalmas csokornyeköndő, amit sí, viselt Dél nagyon sokáig, a nem tudtam magam túltenni, tehát én ekkora csokornyeköndőt még életemben nem láttam, mint amikor az ő nyakám volt. Hagyj vágjak egy ilyen éles vágással, de egyetértve veled, hogy hol, hogy van az, hogy Kalambó, amikor elmegy valahova, akkor mindig betelefonál a zsarukhoz, hogy ő most hol lehet elérni. Igen, ez érdekes. Tehát, ez egy vissza-visszatérő dolog, hogy kíváncsi lennék egy Kalambó egy napjára, ugyan van olyan rész, ahol látjuk bent a, a, az őrsön, de, de mégis euh, én ezt nem értem, ez hogy működik. Én egy kicsit értem, mert én már dolgoztam akkor... Rendőrként 1971-ben Hollywoodban. Ezek így van, amikor még nem volt mobiltelefon, és engem is azért nagyjából el lehetett érni azokon a helyeken, a, mondjuk a szüleim, vagy, vagy, néhány olyan barátom, vagy, a, vagy, vagy egyéb olyan ember, akinek egyébként el kell térni engem napközben, hogy tudta, hogy engem hol keressen. Ez nagyon rövid ideig volt, és mit tudom, egy éve rá már volt mobiltelefonom, és, és utána már, már sokkal könnyebb lehetett. Szóval, hogy, hogy én azt hiszem, igen, tehát, hogy így leadták előre, hogy kb. hol leszek, és akkor ott úgy el lehetett térni. Bár amikor bealudt a csávónál, a délnél, miután kulcsot kapott, de ezt se értettem, bement, bement a, ugye odaadta a dél a kulcsát a 16-os Channel stúdiójában a Kalambónak. Kalambó bement a dél lakásába, a kulcsot a láptörlő alá tette, igazad van. Majd... Majd utána, utána bem volt a lakásból, elaludt. És én... ezt, csak zárójel, csak zárójel, ezt a telefonhívásra akarom ráfűzni, mert hogy az nyilvánvaló, hogy az direkt aludt be, mert hogy, mert hogy meg akarta válni. Igazad van, ez nekem is feltűnt ez a kulcsos dolog, de én megfejtettem. Én is bele akartam kötni ebbe. Hogy, hogy mikor miért... kinyitja, akkor, akkor rögtön elrakja? Berakja? Mert ne, kinyitotta, alárakta is, mivel hogy amikor majd ő távozni fog, úgyis bezárja, ez ilyen gombajtós volt, tehát hogy ez becsapod is, akkor kimaradsz. Igen. Tehát azért tette már oda alapból. Ebbe én is először fennakadtam, aztán láttam, hogy visszatekertem, megmondom őszintén, hogy mert ezt én is kiszúrtam, és akkor láttam, hogy ez ilyen gobkilincses ajtó volt, gombajtós, amit csak kulcsal lehet kívülről kinyitni, tehát te belülről ki tudod nyitni, megnyomod a gombot, és akkor becsapod, és már nem vagy ott. Figyeljetek, én azt javaslom, mert el fogjuk veszteni a hallgatóinkat, a akik csak azt hallják, hogy jelenetről jelenetre ugrálunk, de nincs meg a az egésznek a, a narratívája. Tehát, hogy csak három 30 másodpercre foglaljuk össze, hogy nagyjából a kétharmadáig miről szól a rész. Az elején ugye megtörténik egy gyilkosság, ezt hosszan taglaltuk, és van itt egy, tehát akit meggyilkoltak, az egy nagy műgyűjtő. Kiderül menet közben, hogy olyan nagy vagyona nincsen, viszont kettő festményt elloptak, eltűnt. A kalambó elkezd nyomozni, és jönnek be karakterek ebbe az egész nyomozásba, egyrészt bejön ugye a Tracy karaktere, aki a, a, a gyilkosunknak a tettestársa volt, de valahol a, a rész felénél megöli a tracy -t a, a, főhősünk, vagy hát az antihősünk. Elvarja a szálakat. Hogy elvarja a szálakat, így van. Kicsit labilis természetű, jobb, jobb a békesség, ne, 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 legyen ebből gond a jövőben. A Kalambó elkezd nyomozni, találkozik így a, a, meggyilkoltnak a volt feleségével, az Ednával, erről már beszéltünk. Oscar Díaz. Oscar völgy. színésznővel, akit biztosít arról, hogy őt nem gyanúsítja Kalambó, pedig elkezdődik a, a, rész kétharmadánál ilyen nagyon óvatosan ráterelődni a gyanú, ugye ez a mahinációja a gyilkosunknak, hogy, hogy, hogy elkezdi az Ednára terelni. Találkozunk a főbérlővel, mármint melyik főbérlővel, a Trészinek a főbérlőjével, mert hogy Kalembo azt is lenyomozza, és valahogy megpróbálja összekötni a két szálat, hogy vajon ismeri-e egymást a sivatagban megtalált festőnő, a, a, ezzel a, művészettörténéssel. a, a, művész. a művészet no, És de talál is, vagy legalábbis mi úgy tudjuk, hogy ugye találnak egy festményt, tehát kiderül, hogy fest, a nő is, a halott nő, és így jut el tulajdonképpen egy ilyen elő, előadására egy nem tudom, egy főiskolán, amit a dél tartott x év, évvel vagy hónappal azelőtt, nyilván ott ismerkedtek meg, tehát valószínűsíthető, de össze így összekötött és, és, egy és, me és menet közben, miközben a kalambó rakja össze a szálakat, rekonstruálják a, 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 a gyilkosság estét, ahol kiderült, hogy ott valaki olyannak kellett elhagynia a helyszínt, akinek a kopogó cipője az valószínűleg nem férfi cipő volt, ami gumi vagy vagy bőrtalpú volt, hanem hanem kopogó műköröm cipő, magas vagy nyílt magas sarkú. Hát oda rendel Kalambó egy női tisztet, Csak vagy ezért, hogy rendőrt, ezért, égye. hogy ott lefusson. Hogy ezt hallotta-e a, a, a aki megtalálta, felfedezte mert ugye, úgy, úgy, ugye az alibi az úgy embere, aki úgy kreálódik az alibi, ez talán fontos, hogy úgy kreálódik az alibi ennek a dél számára, hogy a a már halott nőt az Áron által is említett, ugye ilyen melegítő paplannal letakarják, így ugye a, ugye a hőmérséklet, ez krimi podcast, nem kell ezt, talán ezt magyarázni a kedves hallgatóknak, tehát hogy jobban megőrizze a hőmérsékletét, és amikor tudják, hogy óránként odajön ez a biztonsági szolgálat embere a házhoz, akkor pont akkor a nő lő egyet, és elszalad. És ez nyilván olyan időpontban van, amikor már dél ezen a, nem tudom, ez megnyitó, vagy galéria megnyitó, vagy nem tudom mi a nyavaja, de hogy ennek a gyűjteménynek a, 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 az eseménye. És akkor itt van az a pont, amikor amit, amit behoztatok, hogy hát, a, a nyomozás egy pontján inkább már adott neki egy kulcsot, hogy oké, okay, akkor mennyibe be Kalambó az én lakásomban, mert te festmények után érdeklődsz, és akkor persze olvasgasd az én könyvtáramat, és nyilván mi, mint néző, pontosan tudjuk, hogy azért tehát hogy ilyen magabiztos a gyilkosunk, ad neki kulcsot, úgyse fogod semmit találni, csak hogy, és ebben én biztos vagyok. Ezt, ezt a forgatókönyv nem hangsúlyozza ki, de hát ismerjük Kalambónak a karakterét, tehát a Kalambó szándékosan ott a, a, a a fotelba, hogy tehát ez is ugye egy olyan apróság, olyan mozzanat, amivel kibillenti a gyilkosunkat az ő narratívájából, az ő megszokott eltervezett ritmusából, mert tudja, hogy egy, hogy egy olyan helyzet elé fogja állítani a Kalambó ezzel a húzásával, hogy éjjel is ott találja még elaludva a fotelbe, amire... Meg hát ezért a kulcs, ezért hagyja kinn a kulcsot, hogy ugye amikor bejön, akkor ne tudja, hogy benne van. Így van, és ott a kulcsmomentum, amit és mesé... tölt magának inni valóta Tölt magának inni, és ott, ott zajlik az a kulcsmozzanat, aminek jelentősége lesz majd a vége felé. Egyrészt rákérdez, és nem, akkor hívják telefonon, akkor hívják telefonon, hogy meghalt a Tracy de hát akkor még nem tudja a kalámbó sem, hogy kiről van szó, meg talán ott a dél se sejti, vagy talán sejti, mert elmond annyit a Kalambó, hogy ez egy ilyen, nem tudom, valami... Egy, egy autóbal esett, ez hívek, egy fiatal nő meghalt, és itt egy kritikus pontja van a nyomozásnak, ez majd kiderül, hogy mennyire nagyon, de alapból kellemetlen, mert ugye Dév a gyilkosságból jön haza gyakorlatilag, mert ő úgy jön haza, hogy megölte Tracy t és azt a két ellopott képet, ami majd váltságdíjat remél valaki, ugye, a ugye, az egész rablás elvileg arról szól, hogy elrabolta két értékes képet, és majd nyilván azért valami, hát nem váltságdíjat, mert ezeket emberekért szoktak, de valami pénzt követelnek érte a rablók, hogy visszaadják, és akkor majd úgy talán meg lesz a gyilkos. És ez a két kép ugye Trészinél volt, csak Trészi meghalt, és Dave elhozta azokat a képeket, éppen viszi haza a saját lakására, ahol éppen Kalambó ugye bealudt nála erőteljesen. Ez egy, ez egy nagyon cinkes jelenet a gyilkos szempontjából, hogy a kezében van gyakorlatilag a bizonyíték a gyilkosságra, és Kalambó bizony meg is akarja nézni, hogy hát mit hoztál, hagyd nézzem már Igen, meg. Igen, ilyen szégyen nem volt nézve ezt a jelenetet, amikor így nyúlkál a Kalambó, hogy engedje már, Igen, engedje Igen, mint egy hülye gyerek, hogy, hogy ezt meg akarja nézni, és... Gyakorlatilag egy hajszálon múlt az, hogy egyáltalán nem húzza ki a képet abból a táskából, aztán persze Dave jól elrejti, de... de fontos, hogy megfogja. Nagyon Tehát már fontos a, már rész a éppen. nagyon fontos rész, és uh, itt, itt kezdődik már a, az egész a gyilkosunknak a lejtmenete bizonyos szempontból, mert amikor egy picit később kiderül ugye, hogy Tracy... Uh, Tracy O'Connor a meg, aki meghalt autóbalesetben, és megkérdezi Déved, hogy ugyanismerie e ez a hülye... Na, sosem már, Letagadja. És én nem ért... Értem, hogy Kálánból nyilván kapcsolatot akart keresni a két ember között, de ez annyira ostoba nekem. Tehát hogy gondolhatta azt, hogy ez nem fog kiderülni bármilyen módon? Tehát miért nem mondta azt, hogy hát nem tűnik ismerősnek, vagy... Tehát valahogy egy picit ő echte kvázi úgy, ahogy van letagadta, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hát most így nem rémlik. De amikor Kálánból emlékeztető, de hát az iskolájában tartottál előadás, vagy bármi, akkor mondhatta volna azt, hogy hát valami rémlik, de hát nem emlékszem én mindenkire csak így. Tehát, hogy legalább nyitva hagyott volna magának egy menekülő útvonalat arra az esetre, ha, 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 tényleg kiderül, hogy már pedig te ezt ismerted. De ő nem, ő kerek kerekperec úgy nyitott, hogy ő ezt az nem ismeri, pont kész. És ugye a főbérlő, Tracy főbérlője, amit áron is említett, vagy akit Áron említett, ugye Kalambó beszélgetésbe elegyedik vele, vagy ugye kikérdezi, hogy mit tud ez a főbérlő tracy -ről. és kiderül, hogy azért tud pár dolgot, és kiderül, hogy ők nem voltak a tengerparton, készült egy fotó, amin, amin egy idősebb barátja tracy rajta van, és egyrészt ez nyilván nagyon fontos a cselekmény szempontjából, de nekem ebben a jelenetben az volt a kedvencem, hogy a nő, amikor elővette el. Az albumot akkor elkezdett szorizgatni, és hát ugye a Kalambó meg már ugye hát pofákat vágott, hogy ha haladjunk, haladjunk arra a képre. De ugye elég is a Kalambó a valaki... Pont ugyanezt. De... Igen, Bocsánat. de pont ugyanezt szokta csinálni. Tehát a Kalambó pont ugyanezt szokta csinálni a, 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 általában a tettessel, vagy általában a másik a, a többi a nyomozás során, ugyanígy ö, ö, csak ugye ő szándékosan még ebbe az esetben, de tulajdonképpen ugyanaz történt, tudod, nagyon nevettem, hogy akasztják a hóhért, nagyon tetszett. És hát igazából ugye megtalálják a képet, mert ha jól emlékszem, ezt nem látjuk, tehát hogy ez nem, a jelenet A semmit így... nem, nem, nem tudunk arról, hogy mi történt, csak bemondja a hogy autóban esett fiatal nőkész. Tehát nem látjuk ezt a dolgot, hogy hogy történik a... a ugye a fontos rész következik, amikor megjelennek az ügyvédné, és ugye akkor ö, kerül elő Edna is először a volt feleség, és akkor kezdünk meg igazán érdekes dolgokat megtudni. Ahogy akkor is kiderül, hogy Dév nem örökli a képgyűjteményt, Olyannyira nem örökli, hogy gyakorlatilag semmit nem örököl. Mert a hatalmas ház az csak egy bérlemény, és értékes ingósága nem is nagyon volt Rudi vagy az áldozatunknak. Tehát Dave innentől fogva még vigyorogva utána Kalambó előtt ki is most mosdatja magát, hogy látod, apa, hát miért öltem volna meg, hát szar kapok, és erről már régó két hete tudtam. És bizonyítéka van arra, hogy tudta, hogy nem örököl semmit. És Kalambó egyébként megint Kalambó ebben a pillanatban, mert amikor az, ügyvédel, az ügyvédtől ezeket megtudja, Kalambó ugye az ügyvédtől megtudja ezt, hogy semmit nem fog örökölni Dév, azért az öngyűjtőjét hát majdnem lenyújja le, lenyúlja az ügyvédnek. Azt, azt azért, azt azt be... Én éreztem, hogy a rendező meg az írók velünk nézőkkel játszanak, tehát hogy egy ilyen a ültettek minket, hogy jó, mindjárt elkapjuk a gyilkos, ja nem kapjuk el. Jó, akkor mindjárt lebokik, mert ez a motiváció. ja, hogy nem ez az indítéka a gyilkosnak. És hát hogy így, hogy így folyamatosan ö, játszott velünk, és aztán csak a legesleg végén esik le számunkra is, hogy mi volt az a bizonyos dupla csavar, ami miatt mégis van indítéka a gyilkosságra e, e, a, ennek, a, ennek a fő, vagy hát antihősünknek. Hiszen most, ahogy beszéltünk arról, hogy ő már tudta, hogy nem fog örökölni, aha. De hogyha más ról kiderül, hogy ő a gyilkos, aki jelen esetben az Edna örökölte a festményeket, de az Ednáról derül, hogy ő ölte meg a volt férjét, akkor viszont egyértelműen ő lesz majd ennek a, ennek a nagy vagyonnak az örököse. És ekkor ekkor elkezdünk... Igen, mert, hogy mert a gyilkos gyilkosok nem örökölhetnek. És ekkor elkezdünk Igen. gyanakodni, hogy, ja, hogy erre ment ki az elmúlt egy óra. Csak hogy ez annyira, uh, annyira durván igaz, hogy ugye azt is megtudjuk, mert itt már tényleg nagyon felperülnek az események, hogy Kálamból meg megtudja Ednától, hogy bár ők elváltak korábban, Sőt, olyannyira, hogy megtudtuk, hogy Edna vette rá annak idején. Én látszik álltam be az első múzeumba. Igen, hogy Rudi Matthews, hogy kezdjen el gyűjtögetni, és aztán kiderült, hogy végigis Rudinek ez van érzéke, és teljesen rácuppant erre a témára, hogy akkor elkezd gyűjtögetni. Közben viszont az ő házasságuk megromlott, mert hát az asszony az kicsit ö, csapongó volt. Hülyeskedett. Ekkor kezdtem hülyeskedni, ezt mondja szó igen, szerint. Igen, 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 de hát ez, ez azt jelenti, el... hogy, hogy csapongott rendesen, és ők nagyon, tehát elváltak és külön kerültek egymástól. Hát viszont... vágy villamosáért kapta az oszkár, tehát értitek. Viszont viszont aztán kiderült, hogy pár hónapja újra elkezdtek összemelegedni, jót tett nekik ez a különválás, mind a ketten lehiggadtak, stb. stb. És, és, és meggyőzte a nő arról, hogy... Ezt a gyűjtemét... Hogy bizony ezeket a gyűjteményeket váljon meg tőle, de ne adja el, hanem adományozz el iskoláknak, múzeumoknak, mert az nem fair, hogy ezeket a szép képeket csak ő láthatja, ossza meg a világgal, és adományozza el őket. Nem pénzért, hanem szigorúan ingyen jótékonyságból, és ez viszont már egy olyan pont, ami nyilván valami pénzéhes barátunknak minden nem, nem nagyon tetszett. Ezért azokat a képeket, amiket eredetileg ellopott, úgy határozza, hogy meggyőzi Ednát és az ügyvédet, elsősorban az ügyvédet és azon keresztül Ednát, hogy legyen egy házkutatás, mert ugye Kalambó elmondja Ednának, meg mindenkinek, hogy ő egyáltalán nem gyanúsítja Ednát. Tehát, hogy ennek nincs, nincs semmilyen reális alapja. Konkrétan úgy fogalmaz, hogy nem tudom, hülye is lenne, ha azt hinné, hogy ott van egy beszélgetés déllel. És, Tehát minden, minden, mindennek az egész házkutatásos sztorinak megágyaz már azzal, Dév, hogy erejt bizonyítékokat Edna lakásáért a környékén. Egy, először egy, a fegyvert, a gyilkos fegyvert a bedobja oda a bokorba. Hát ki, ki csinál ilyet? meg azon a részen, ahol Edna minden nap sétálgat. Tehát, hogy agymenés, a papírt, amibe becsomagolták a lopott képet, is, ugye fel is ismerték, az bedobja a kukába. Tehát, hogy ez annyira, ez, ez, a része annyira átlátszó, annyira amatőr, hogy Tehát nem csoda, hogy ebbe Kalambó nem úrott be. És ez az... szóvá is teszi egyébként Kalambó, ezért úgy határoz, hogy, ezt, hogy, igen. E, hogy elrejt, elrejti a lopott képeket a Edna házában, mielőtt ez a házkutatás megtörténik, amit kb. szakol, Kalambot megkerülve, bár Kalambó úgy fogalmaz, hogy ha nem járok erre, akkor nem is tudnék róla, ez nyilván nem volt igaz, nyilván tudott róla, és már nyilván ez egyértelmű volt, de ott ki is derül, hiszen azt mondja, hogy hát ez, hogy egyáltalán hogy lehetséges, és akkor azt, mondta, azt mondja erre az ügyvéd, hogy Mr. Kingstonnal úgy gondoltuk, hogy, mert hogy ugye az az indok, hogy hát lehet, hogy most Edna téged nem gyanúsít Kalambó hadnagy, de hát látod, hogy milyen nehéz fejű zsaru ez, hát akkor majd, vagy hát ez konkrét az ügyvédnek mondja a dél, de hogy akkor később még mi van, ha igen, akkor ezt tisztázzuk, hogy most már legyen egy házkutatás. És a, és bár az Edna nem szeretné, és óckodik tőle, meg rosszul érzi magát, de végül sor kerül a házkutatásra. De az ugye megvan, hogy ezt az egész házkutatást igazából a Kalambó által intéz vitte végig Dév, mert amikor ezek a szánalmas bizonyítékok előkerülnek, ugye Kalambó konkrétan de fülébe ülteti azt, hogy hiába van gyilkos fegyver vagy bármi, ő nem fog zaklatni most már senkit, amíg elő nem kerülnek a képek, sem őt, sem pedig Ednát. És ezzel szinte ő stufolja, tehát forszírozza Dévet, hogy akkor csinálni kell valamit. Tehát csinálni kell valamit azokkal a képekkel, valahogy elő kell szedni azokat a képeket, tehát gyakorlatilag ő forszírozza Dévet arra, hogy most hát csináljon valamit, hogy lépjen. Mert ő, mert Kalambó ő most nem fog. Ő hátradől és megvárja, mi történik. Ez szó szerint azt mondta neki. Igen, és akkor, amikor én azt láttam, hogy megkerülik Kalambót és kierőszakolják, hogy mégis legyen házkutatás. Nekem rögtön beugrott, most már a hatodik részt nézzük meg. Ez most már nem az első eset, amikor megkerülik Kalambót. És korábbiaknál mindig az volt, mindig az derült ki utólag, hogy a Kalambóban a felettesei maximálisan megbíznak, sőt, el is mondják a felettesei, hogy hello, éppen most akarnak téged megkerülni. Tehát akkor, amikor a Kalambó egyébként oda autózik, és ahogy mondtad, hogy hát ő csak tökéletlenül erre járt, és körbe, ha nem, akkor észre se vette volna, hogy itt házkutatás zajlik, akkor én már tudtam, hogy nem, ez az egész meg van tervezve. Nyilván a felettesei szóltak a Kalambónak, hogy hello, most éppen meg akarnak téged kerülni. Tehát akkor már tudtam, hogy itt valami csőbehúzás történik, de egészen az utolsó egy percig nekem nem esett le, hogy egészen pontosan hogy fogja ezt az ügyet megoldani, miközben már megint tűkönültem, hogy mindjárt itt a vége a résznek, és még mindig nem tudom, hogy fogja itt megoldani Kalambó. És mindjárt itt a vége ennek a résznek is, úgyhogy most muszáj felpörögnünk és lerántanunk a leplet, hogy tulajdonképpen az történik, hogy meg, ugye megtalálják, erejti dél a házban a, a, képeket, ezt megtalálják a rendőrök, és már közben föltűnt, amikor ő pakolgatta azokat a képeket, hogy nem volt rajta kesztyű. Mert hogy ugye nyilvánvaló új lenyomatot keresnek először. És új lenyomatot is keresnek, és találnak is, amire ugye azt mondja a dél, hogy hát miért lenne az én, vagy, hogy, hogy persze, hogy rajta van az új lenyomatom, hát együtt csomagoltuk ki ezzel a Rudival, a nagybátyával a képeket, stb. 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 Mire azt mondja Kalambó, hogy de nem, az ő, nem a dél új lenyomatát keresték, hanem a kalambóét, hiszen megfogta, kiderül, vagy legalábbis a szánkba rágják, hogy hát megfogta ott a... Én azt akkor nem vettem észre különösebben az egész Belegyújt, szitút, látszunk. de hogy, de hogy pont, pont, én azt pont nem vettem észre, szóval nekem nagyon tehát hogy ugye akkor megfogta, tehát nem lehet ez az a, tehát nem, le, nem lehet, hogy Edna lopta el a képeket, ha közben az ő új lenyomata rajta van úgy, hogy az, azok a képek a délnél voltak, és mindezt úgy teszi, hogy az életben látványosan végig zsebre dugott, dugott kézzel van, hiszen azt mondja neki a dél, hogy de hát most fogta meg az előbb, amíg nem figyeltem, mire kihúzza a kezét a kalambó a zsebéből, a, a egész életben akkor először, és látszik, hogy kesztyű van rajta, tehát ezúttal az ügyészségnek a kedvében is járt, nem úgy, ahogy szokott, tehát bizonyíthatóan csinálható. Ezzel a, ez a lezárás, ez egyrészt, egyrészt ez a csavar, ez hatalmas volt. Tehát mindenki arra számított, hogy dél új lenyomatát keresi, majd belemagyaráz valamit, tök mindegy. De ez, hogy a saját új lenyomatát ö, keresi meg és megtalálja, mert hogy megfogta a képet, és hogy mindenre fel volt készülve, és itt van az első olyan rész, ugye ezt beszéltük már, hogy nem tudjuk, hogy mi történik majd a beismerés után. Hát itt nincs miről beszélni. Így van. Ez, 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 most, ez most kristálytiszta, ez gyönyörű. Ez e, 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 mondom, hogy én szittem a rész első részé, az, az ennek a résznek az elejét, de ez a befejezés, ez minden érkárpótó, viszont ez gyönyörű, ez művészi, ez zseniális. Ennek a, ezt, ezt a befejezést láthatják a kedves hallgatók egyébként a borító képünkön is, és e akkor most pontozzunk. Srácok, pontozzatok, kérlek, először, először most a Gergő pontozzon. Nagyon nehéz, mert tehát én, mindig, én mindig megjegyzéssel csinálom, most is ezt fogom tenni. Krimiként amúgy nem adnék neki sokat, de a, a vége miatt nálam hét és fél a vége miatt legalább. Hét és fél. Nagyon legyen 8, Áron, megkönnyítene ne pontot. Tudom, hogy önmagamnak mondok ellen, de a vége zseniális, tehát így lezárni, így csőbe, így, meg, így megpörgetni valakit óriási, és Kálán miatt is pontosan ugyanezért. Mert egyrészt, amit Ádám mondtál, Kálámbó tényleg jól csinálta, arról nem ő tehet, hogy az eleje nekem nagyon lapos volt, de ez a, ez a trükk, ez, 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 a megszivatás, ez, ez művészi. Én, én ak akkor, amikor amikor ez a kiderült a végén, hogy hogyan oldják meg, és hogyan oldja meg Kalambó, én ott fölkiáltottam, hogy fucking clever, tehát hogy ez egy nagyon okos, nagyon jó írói húzás, szóval ez krimiként, ez hét és fél az én részemről, ez a legmagasabb, amit idáig adtam kriminek, és Kalambó részként pedig hetes pontot adok, ami szintén az eddigi legmagasabb a részemről, szóval én ezt bírtam ezt a részt, ez egy elég jó rész. Én Kalambóként hét és felett adok ennek a résznek, Juh és krimiként egy hetest. Mennyit? Igen, hetes, hét, hét. Tehát hét, De hét hát, és fél és hét. Krimiként, tehát krimiként egy icipicit kevesebben. Nekem nagyon tetszett, szerintem ez... Ez hallatszott, vagy szerintem pont az előző adásban mondtad itt a fiúknak, hogy én szoktam lenni a szigorú, most most te Igen, voltál most, a, a meglepően most nagyon, te meglepően nagyon szigorú. úgy kezdted, hogy Egy, egy dolog, egy dolog itt minden adásban van valami kis edukáció, valami kis ö, ö, apró dolog, ami amit itt elrejtünk iszterekként ebben a műsorban, hogy, hogy egy kicsit tanuljatok is, mert azért mégiscsak a Parallaxis univerzumban vagyunk, kedves hallgatók, nem tudom, mi olyan okosak lennénk, de ebben a részben most nem volt, viszont én szeretnék mondani egyet, ami, ami szerintem így van, de ha van egy kémikus, vagy jobban hozzáértő, akkor feltétlenül javítson ki, de abban a TV stúdióba dél oda megy a sminke, sminkeshez, és megkéri, hogy szedje le róla ezt a sok sminket, hol azt mondja a, a sminkesnő, hogy ezt gyorsan száradó terpentinnel fogja leszedni, és bár a kémikus mindig is hadilában álltam, de szerintem a terpentinolaj bőrrel érintkezve erősen mérgező. A Wikipédia szerint is így van, szerintem is így van, szóval ez egy ilyen érdekes dolog volt. Ezt nem, nem volt már időm, hogy esetleg ránézzek, hogy angolul is esetleg a terpentin szót használták-e, de ez egy ilyen érdekesség. Amúgy az megvan, hogy ott volt egy kis, jogi, egy, egy kis bukfenc a történetben? Na mondja gyorsan. Mert ugye volt a felvétel, elmondta a Déva mondandóját, és csöngött a telefon, és akkor beszélt Kalambóval, de ő még előtte kérte a rendezőtől, hogy hagyd mondja el az utolsó snittet újra, mert hogy a kamera túl sokáig mutatta az ő arcát. És ehhez képest, ugye ő el, ezért sietett, erre mondta, hogy egy perc lerendezem a telefonnak meg Kalambót, és újra vesszük. Ehhez képest telefonált, beszélgetett Kalambóval, majd lemosatta a sminkét, és elment. Tehát nem vették fel újra a jelenetet, pedig arról volt szó. De azt a tévében nem élőadásban láttuk. Amúgy meg, hogy a kamera végig a fejét mutatta. Hát közvetlen közelről mutatta, mint egy ilyen halszamoptikás optikás 90-es évekbeli videoklip olyan volt ez az egész. És még a végén is nagyon sokáig mutatták, amikor már meg le kell volna keverni. És mondom, nem, ezt a részük is nem vették újra, pedig eredetleg arról volt szó, hogy újra veszik. Azt a... hittem, ez egy olyan jelenet lesz, mint a Szellemírtó kettőben, amikor a, a Peter Venkmannek van az Okultizmus Világa című műsorban, csak a végén az, Peter Venkman azt és akkor, hogy nem mondja ki, hanem ilyen gondolatát vitellel el a nézőkbe. Uri Gelleresen, tád ide tenyered. Jó, uh, hát akkor vége a műsornak. Lezárom, lezárom, mert kifutottunk az időből, de Áron, ha esetleg... Amikor, amikor összeér a boríték, lezárom. Igen, vártam, hogy összeérjem, vagy valami. Tehát... Jó, hát úgy látszik, hogy ti néztétek a Parallaxis Labor epizódjait, mert abban van egy, ugyan nem valóvilágos, de egy balásos induljon a fal poén. Úgyhogy nem marad más hátra így a műsor végén, mint hogy az arra, arra kérjelek titeket, mint mindig, hogyha tetszett a műsor, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, különleges változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. A következő kérdésünket november 27-én tesszük fel, ugyanis akkor lesz új Kalambó Podcast, amelyben a Türelmetlen Hölgy című epizódról beszélgetünk majd, ugyanebben a felállásban, és én ezt türelmet várom. Kubatov és Áron Gizur Gergő, és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.